Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a kelenföldi autóbuszgarázs elől. És a nyílt napot fogjuk meglátogatni, körbe tekintjük, hogy milyen járművek vannak kiállítva. Remélem tetszeni fog ez a tartalom. Idén kimarad a Kapolcai Ikarusz találkozó, helyette lesz kelenföldi autóbusz nyílt nap. Itt áll benne egy korai szériás Ikarusz 435-ös, ő még táblás, nem fogjam kijelzős, ez egy korai darab, szépen fel van újítva, lehet vele utazni, le is fogjuk kamerákolni, ahogy elhagyja a telep területét. Kint van a lőpavilon, Ikarusz 280-as, itt van a 180-as, Ikarusz 180-as csuklós is, szóval sok szép Ikarusz busz van itt is kiállítva, megtekinthetőek. Tartsatok velem, remélem, hogy tetszeni fog ez a tartalom. Tudom, hogy az Ikarusz találkozó Tapolcán sokkal nagyobb durranás, de nekem most a programjaim közé sajnos nem fér bele, így maradtam a budapesti program mellett. Így néz ki a bejárat, BKV, ZRT, a TÜI, kelenföldi divízió, ott van a Ikarusz 180 csuklós, őt is meg fogjuk lesni, és itt van a korai szériás Ikarusz 435-ös, a táblás verzió, mellett pedig a 284-es csuklós, tolócsuklós Ikarusz. Van kiállítva egy Scania autóbusz, illetve kamionmentő, ott van egy dupla csuklós, a 290-es. Szeva, ciao, ciao! Illetve van 415-ös is, abból is a korai széria. Szóval van mindenféle jóság itt kiállítva a garázsban. Gyönyörű szépek a masinák. Itt van a lőpavilon közelről, és itt van ez a gyönyörű feszített tetős garázs is. És indul is a 435-ös. Lehet vele utazni. És indul utána a 284-es is. A 284-es a 435-ösnek a elődje amúgy. Gyönyörű szép masinák. Jó kis hangja van. DAF motor. Na, de akkor körbe kalauzollak titeket itt a buszgarázsnak a nyílt napján. Hát lessük meg a járműveket. Hát kezdjük a 180-assal. És megkapta a rendszámot, AAIK 180. Új rendszáma van neki. Na hát így fekszik a masina szemből, gyönyörű szép darab. A garázs elektromos autóbusz flottája, mely ebből a garázsban elfogad. És így néz ki a garázs előtti plac. Lőpavilon, dupla csuklós, 415-ös, van 405-ös is, dupla csuklós van hull, és van egy moduló, vagy PKD-s Ikarusz is, de lessünk be a csarnokba. Itt ilyen street food van, lehet kajcsizni, sziasztok, lehet kajálni mindenfélét. Van ilyen szimulátor is, be lehet ülni, és akkor megpörgetnek. Van tampája.
akkor belesünk a garázsnak a kulisszái mögé. Különböző szimulátorok is vannak, és itt különböző motor típusok vannak kiállítva. Van tárlatvezetés is, lehet rá regisztrálni. Nem tudom, hogy én beleférek-e, mert lehet, hogy nagyon sokat kell várni. Majd a videóból kiderül, hogy voltam-e Rába. Az egy Volvo motor, ez pedig egy Rába motor. Itt egy következő monstrum. Ez DAF motor, 400-asokból ismert. Ez egy Voice, ez váltó én szerintem, vagy nem tudom micsoda. Sebességváltó, így van. Ez egy váltó. Az is egy váltó. Ez a Ariston, nem tudom kimondani. Itt meg egy CETEF. Na hát és így néz ki a garázs. Így 2024. május 11-én. Ott van az 556-os. Felújítják, elvileg járóképesre csinálják, ha minden igaz. Látható, hogy vannak benne szerelés alatti buszok. A rengeteg sok moduló állott, de van atak is, illetve van egy csontra bematricázott busz is, nem tudom, az valami választásos busz, vagy mi a fene, de csontra be van fóliázva. Ott van a csacsi is, szóval így néz ki a garázs. Itt is van egy moduló, 7-es jelzéssel. Ez már késői széria, mert fölül van pluszba egy ilyen szellőző. És itt van a MTB trolibusz is, amit elvileg megcsinálnak működőképesre. És ha minden igaz, akkor a modulónak a hajtásláncát fogja megkapni. Közben van itt egy ilyen digitális kijelzős, fogjames kis kiállítás is. Srácok csinálják, maszek gyűjtők, mindenféle digitális panel van kihelyezve, meg lehet őket tekinteni, ki lehet írni különböző feliratokat, jópofa dolgok ezek, vannak akik ezeket is szeretik gyűjteni. Itt van egy kis modellgyűjtemény, makettgyűjtemény, papírmodellek, illetve műanyag, 3D nyomtatott modellek, gyönyörű szép képek. Itt is mindenféle modellek, 1.72-es D'Agostinik, gyönyörű szépek. Dupla csuklós is meg van csinálva. Volt lecsuklásgátló, ugye tolócsuklós, tehát igen, azért. Kivéve, hogy őt, mert akkor nem tolócsuklós. Birbax. Olyan más volt a trolikinguszra. Amúgy látom, hogy ennek nem úgy van. Gratulálok, gyönyörű modellek. Így néz ki a lőpavilon szemből. Itt van a Scania mentő, jó kis négyes Scania, és itt van a lényeg, a technika. Na és így néz ki a dupla csukló sikarusz 293-as vagy 290-es. Lássuk meg a utas terét, hogy hogyan is fest. Itt van a típusjelzés, a 293 replika. Köszönöm. Így néz ki a belső. Bocsánat. Köszönöm. Így néz ki a belső. Láthatjátok, hogy egy csukló, és ott hátrébb is van még egy csukló. Gyönyörű szépen föl lett újítva. Itt Kelenföldön meg lett építve, újjá lett építve, mert az eredeti az külföldön van. Egyetlen egy darab készült belőle, és ez a második ésvest hátulról. Gyönyörű szép. Itt van a korai 415-es is kiállítva. Ő is egy szép darab. Vele már találkozhattunk az Icarus 415-es búcsúztatóján is. Így néz ki a vezetőállás. A típus leírás. És így néz ki az utastere.
És ennek nagy szárnyú a hátsó ajtaja, nem úgy, mint a szériának. Meg azt hiszem, ebbe Rába motor van, nem DAF. Megnéz ki hátulról. Itt van a malévos is. Turista. Gyönyörű szép. Itt van a dupla csuklós vanhul játszóbusz. Szóval most kettő darab dupla csuklós autóbusz van kiállítva. Gyönyörű szép. Rengetegen várnak a vezetésre. És itt van egy 405-ös is. Ki a hátsó utastere, ebben már újabb jegylukasztó van. Hát ez ilyen kis pici midi busz. És itt van a BKV shop is, lehet vásárolni ajándékokat. Na hát, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hát ez ennyi lett volna. És megkérdezem, hogy meddig tart a sorban állás a garázsnak a körbejárásához, hogyha sikerrel járok, akkor folytatódik a videó, ha nem, akkor csak ennyi. És tudjátok, hogy ha érdekelnek képanyagok, akkor Herla Fanatik Facebook csoport, a költözhetés akkor Herbák István és fia. Jó fejétek, mindenkinek kellemes hétvégét, sziasztok! Kelenföldi autóbusz garázs nyílt nap. Jelenteném, hogy a videó folytatódik, rajtam van ez a szép mellé, sorra kerültem a garázsnak a költömutogatásába. Garázs, tour, Kelenföld. Na tehát, sok szeretettel köszöntök mindenkit, Levicki Noémi vagyok, az autóbusz garázs forgalmi autóbuszvezetője, jobb napokon kint buszvezetek, legszebb napokon is. Hát én is. Tehát nagyon röviden, ugye, mivel a garázsról jöttünk ismereteket átadni, önök pedig meghívtak a Budapest közlekedéséről, csak nagyon röviden. 1915-től van Budapesten autóbusz közlekedés, abban az időben nagyon kevés autóbusz volt, nem is csinálhatta is neki, csak az omnibuszokkal együtt tárolták őket. Az 1920-as-30-as években jött az ötlet, hogy azért kéne egy autóbusz garázs legalább. Ezt Pesten csinálták meg, a Récsei garázst, tehát volt a Szentdomokos úti garázs is. Ez volt az első, amit azóta bezártak. Amellé az 1939-ben kezdtek egy építeni, 39 előtt kitalálták, hogy már egyre több busz van, szükség lenne még egy autóbusz garázsra Budán is. 39-ben megkezdték Padányi Gulyás Jenő és Dr. Menyhárd István tervei alapján ezt az autóbusz garázst megépíteni. 39 és 41 közt készült el a portaépület ezzel az áthidalóval, ami az autóbuszok tankolását szolgálta. Lógtak le róla útfejek, és ott tankolták a beérkező autóbuszokat. Ezt később meg kellett szüntetni, de erről meg nem mesélni. És 39 és 41 közt készültek ez az épület. Ugye abban az időben ez világ első volt ezzel a 82 méteres vesztávolságával a vészszerkezet. Elvileg ezeket a föld alatt nagy csavarok tartják, tartották régen, és ezeket utána is kellett húzni annak idején. De ma már ezt ki kellett váltani, azért van ez a vas szerkezet, hogy ezt kiváltotta. Ez a feszített vészszerkezet. Ez a karsonataknak a váltója.
ez a moduló csuklósnak a váltója, és az a motor a moduló csuklós motorja. Na hát, bent vagyunk már a zárt területen, és körbevezetnek minket a csarnokba, ami 1939-45 között kezdődött megépülni, csak a világháború közbeszólt, és 48-49-ben adták el, és ha minden igaz, akkor ez a világörökség része, vagyis legalábbis műemlékében nyilvánítva a 70-es évek óta. Kis furik. Hát csak odas, egy 556-os. Gyönyörű, szép. Ugye ez az érdekesség, amit itt a fiatalember, mint bentfentes tud, hogy ez az 556-os Ikarusz, ez teljes mértékben replika. Tehát eredeti darab nem nagyon van benne. Egy működőképes van az a múzeumé, és itt most készül egy saját új. És azért mondtam, hogy itt van, az pedig egy munkagép lesz. Ott Csacsi. Van a mi munkagépünk, amivel az összes buszt, ami a garázsban nem tud saját erőből közlekedni, azzal a úgynevezett csacsival húzzuk, vonjuk, ránciáljuk, tesszük a helyére, és a csacsi mellé vagy helyett még vittenek egy új munkagépet a kollégáink. És ez a másik zöld motor, mi azon gondolkodnak, hogy a kettő közül melyikbe menjen. És azért mondtam, hogy ez érdekesség. Ez a mi büszkeségünk, tulajdonképpen ez a részleg, ez a buszépítő részleg. Annak idején itt építették össze a szóló modulókat, majd a csuklós modulók nagy részét. De kaptunk egy kazan alkatrészt, és a fiúk összerakták. És ott készül az új csacsi, itt pedig egy kiégett citáró, amit felújítanak. Ott egy Midi Solaris, és itt van egy MH-us, ex-MH-us arrivás csuklós. Itt van a ex-arrivás citáró. Már az új rendszámmal a ELD 561. Az az új forgalmi rendszám. És itt van egy csuklós moduló, meg az SGY 981. Így néz ki a két vas egymás mellett. Ez most lett frissen fényezve, ez a moduló. És itt van a jelenlegi csacsi, ami a munkagépe a garázsnak. Pedig egy moduló. Itt van a Nózina csacsi. Ez az akna, ez a zsírzó akna. Sajnos itt megbújva a garázsba vannak ilyen lepusztult moduló midi elektromos buszok is, és sajnos a selejt soron is már van belőlük. Nem mindegyik üzemképes. Sajnos a cég úgymond jogutód nélkül megszűnt, így elég nehézkes a alkatrész ellátás, és így vannak leállított darabok. Ezért tudják a trolibuszt is megcsinálni a MIDI elektromos modulónak a hajtásrendszeréből, mert van, amelyik le lett állítva, de egy-kettőből így összehekkelve meg lehet csinálni a trolit, hogy legyen neki hajtása. Itt vannak az új modulók. Láthatjátok, hogy van SVA 736-os rendszám, PMP 919, ez a korai darabok egyik, ez a 920, 914, mind csóklós moduló, itt állnak a szerelőaknán, szóval ezek most pihennek. De van itt MXJ 009-es Ikarusz is, ez még Ikaruszos, itt van az MXJ 011, az is szóló Ikarusz. És van itt Carsan Atak is, MIDI busz, ez dízelhajtású, gázolajos. Szóval vannak a Atakok, meg a modulók, és vannak Solarisból is MIDI buszok. Láthatjátok, hogy itt vannak szerelés alatt. Itt ez a sor egészen végig. És így néz ki a csarnok, ott az 556-os, mellette a csacsi. Így néz ki panorámába. És itt van a gumis műhely. Ott vannak a felnin a gumi, ott vannak a sima felnik, és itt vannak a szerelőaknák. És itt is egy moduló. Kései szériás. És itt van a troli, ami elvileg moduló hajtással lesz életre keltve. Itt van a moduló. Csopi,
gumis műhely. Na hát láthatjátok, hogy minden szuper. Összejött ez a csarnok látogatás. Nagyon jó volt, nagyon kedves volt a hölgy. Sok mindent megtudhattunk. Hát remélem, hogy végignéztétek, és tetszett ez a kis tartalom. Találkozunk a következő videóban, most már tényleg vége. Érdekeltiteket képi anyag, akkor herlak van a Facebook csoport. És tali egy kövű videóban mindenkinek nagyon kellemes hétvégét. Szép napot, sziasztok! Herbák László Erik voltam, innen Kelenföldről, az autóbuszgarázsból. Alias, nyílt nap.